Dönts jól, jövőd a tét. Hatalmas érdeklődés övezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal pályaválasztási kiállítását. 630 milliós fejlesztés, költséghatékonyabban tudja eljuttatni a szolgáltató a közeljövőben az ivóvizet, a Rakamazon és a Tiszanagyfalun élőkhöz. Új főigazgató, Szűcs Attila egyik célja, hogy összehangoltabban működjenek a megye kórházai, valamint szeretné erősíteni az intézmények humán erőforrását is. Hatalmas érdeklődés övezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal pályaválasztási kiállítását. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A Nyíregyházi Continental Arénában szervezett Expón csaknem 80 kiállító, köztük közép- és felsőfokú intézmények, partnerszervezetek és munkaadók mutatták meg kínálatukat a továbbtanulás előtt álló 8-os diákoknak és végzős középiskolás tanulóknak. Tömött sorokban mozogtak a fiatalok a standok között csütörtökön a Continental Arénában. Rengeteg végzős diákot vonzott a Dönts jól, jövőd a tét szlogennel ellátott pályaválasztási kiállítás, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal szervezett meg. Nem volt véletlen a nagy érdeklődés, a járvány miatt ugyanis az utóbbi két évben csak online eseményen keresztül tudtak pályaválasztási tanácsot kapni a továbbtanulás előtt álló fiatalok. Ezzel a rendezvényben abban kívánunk segíteni, hogy egyrészt megismerkedjenek az intézményekkel, másrészt azokkal a nagymegyei cégekkel, akik tehetkorokkal várják reményeink szerint majd őket, amikor egy-egy szakmát megszereztek. Bízom benne, hogy segítséget tudunk nyújtani a fiataloknak. Nagyon nehéz döntést hozni, azt mindannyian látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben a világ rendkívül felgyorsult. Gyorsan változik az, hogy mire van igazából szükség, mint szakértelem, és mire van kevésbé szükség, de nagyon fontos, hogy az első elrugaszkodás a pályaválasztás az jól sikerüljön. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolája képviseltette magát a pályaválasztási kiállításon. Az intézmények tanárai és jelenlegi tanulói nem egyszerűen bemutatták képzési kínálatukat, hanem élő szakmaudvart is kialakítottak azért, hogy az érdeklődők maguk is kipróbálhassák egy-egy szakma jellegzetességét. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum mindig arra törekedett, hogy helyben a gazdaság igényeit nagyon gyorsan és rugalmasan kielégítse. Most elsősorban a 8-os pályaválasztás előtt álló tanulókhoz szólunk, és a standokon mindenféle információkat megkaphatnak szóróanyagokon keresztül, de kérdezhetnek, és nem csak a felnőttektől, oktatóktól, hanem nagyon sok diák van kint, aki jelenleg az intézményünk tanulói egy-egy szakmát sajátítanak el, ők pedig a saját élményeiken keresztül a kortársaiknak gyakorlatilag beszámolnak arról, hogy miért érdemes tanulni azt a szakmát, amelyet ők tanulják, és meg is mutatják a szakmának egy-egy fortéját. A kormányhivatal már 22. alkalommal rendezte meg a pályaválasztási kiállítást. Standokat pedig nem csak oktatási intézmények, hanem a Nyíregyházán és környékén működő vállalatok is állítottak, bemutatva azt, milyen ajánlatot tudnak most adni a fiatal pályakezdőknek. Úgy gondolom, mindenkinek ez egy nyerő helyzet azoknak az intézményeknek, akik szeretnék oda csábítani a fiatalokat magukhoz, és nyerő helyzet azoknak a fiataloknak is, akikben vannak még esetleg kérdések, és szeretnék feltérképezni azokat a lehetőségeket, amelyek a továbbtanulások szempontjából fontosak. És a továbbtanulás az pedig tényleg egy olyan különösen kardinális kérdés, amelyre érdemes időt és energiát fektetni, hiszen nagyban határozza meg majd egy-egy fiatal felnőttnek az életét az, hogy hogyan indul el, milyen körülmények között és milyen ingerek érik, és ezért nagyon fontos az, hogy tudják megnézni azt, hogy mi érdekli őket igazán. A 8-osoknak 2023. február 22-ig kell eldönteniük, melyik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányukat. Míg a felsőoktatási intézmények jövő szeptembertől induló képzéseire február 15-ig adható be a jelentkezés. Országszerte így Nyíregyházán is megemlékeztek ma az aradi vértanúkról, koszorúkat elhelyezve a Tompa Mihály utcán álló Damjanich szobornál. 1849. október 6-án a forradalom és szabadságharc leverését követően 13 magyar honvéd tisztet végeztek ki Aradon, és ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Segítségül hívok ugyan, hogy tavaly is Cicerót hívtam, most pedig Plautuszt hívom neki egy gondolatát, amiről a becsületről, tisztességről és összetartozásról beszél a Krisztus előtti 3.-2. században. És arról szeretnék beszélni Isten igazából, hogy a jelen világunkban
a becsület, a tisztelet vagy tiszteletadás és az összetartozás tudat mit is jelent, hogy hogyan kell értékelni a történelmet annak a függvényében, hogy ugye 3 éve Covid-járvány tört lánk, most pedig egy teljesen más típusú válság közelít Magyarország felé, hogy mennyire meg kell becsülni nem csak a hőseinket, hanem mind azt a tudást, amelyet Magyarország történelmi vagy Európa történelméből saját magunk számára leszűrhetünk úgy, hogy ezek az alapfogalmak, amiket mondtam, az a mindennapi életünkben is jelen vannak, és jelen kell, hogy legyenek. Költséghatékonyabban tudja eljuttatni a szolgáltató a közeljövőben az ivóvizet a Rakamazon és a Tiszanagyfalun élőkhöz. A víz minősége nem változik, a mostanihoz hasonlóan rendkívül jó minőségű és egészséges marad. Csak nem 630 millió forintból kezdik el korszerűsíteni az ivóvíz ellátást egy Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott pályázat keretében. A projekt megvalósításának tervezett dátuma 2024. júniusa. A város fölé magasodó rakamazi vízműtelep glóbusza és a hozzátartozó 4 darab 130-140 méter mélységű kút, valamint ezek a tároló és szűrő tartályok képezik a település vízellátásának bázisát. Elsőként ezen a nyírségvízhez tartozó területen kezdődnek meg hamarosan az ivóvíz minőségjavító munkálatok, amelynek keretében felújítják a víztornyot, költséghatékonyabbá teszik a víztisztító berendezéseket, sőt egy régi kút megszüntetése után újat is fúrnak. A polgármester azt mondta, fontos szempont, hogy az új kút az aszályos időszakban is elegendő vizet tudjon biztosítani. Egy átlagos aszállyal nem érintett hónapon 1200 köbméter per nap a lakosságnak az ivóvíz szükséglete, egy aszályos hónapban pedig 1400 köbméter is lehet, és itt nekünk az a dolgunk, hogy teljes biztonsággal a lakossági ivóvíz szükségletet kielégítsük, és olyan szűrési technológiákat alkalmazzunk, amelyek biztosítják az ivóvízben található és jelenleg kifogásolt vas, mangán, ammónium határértéknek a jogszabályi keretek között történő tartását. A polgármester hozzátette, nem kell tartani attól, hogy az ivóvíz jelenleg ártalmas lenne az egészségre. Sőt, mint mondta, más régiókban a talajvíz nagyobb koncentrációban tartalmaz arzént, de ez Rakamaz térségére szerencsére nem jellemző. Itt más összetevőkre kell fokozottan ügyelni. Hogy az emberi fogyasztásra az ivóvíz egészséges legyen, olyan kezelésen kell szűrésen, tisztításon átmenni, ami jelen esetben jelentős költség ráfordítást kíván meg. A fejlesztés következtében olyan technológiai előírások, berendezések fognak megvalósulni, beépülni, amely a tisztítás, illetőleg a szűrés eredményeképpen kevesebb forrásba fog kerülni. Tehát a lakosság részére most is egészséges az ivóvíz, csak nem mindegy, hogy milyen költséggel, illetőleg mennyi idő alatt állítjuk elő. Rakamaz mellett Tiszanagyfalu ivóvíz minőségének javítása is részét képezi az Európai Uniós és hazai forrásból induló projektnek. A projekt nyitórendezvényén Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, amint egy 629,4 millió forint értékű beruházást hosszú előkészítő munka előzte meg. Hozzátette, a környező települések ivóvíz minősége is folyamatosan javul. Minden paraméternek megfelelő egészséges ivóvízhez juthat Rakamaz és Tiszanagyfalu lakossága. Ez több mint 6000 ember, de hogyha mondhatom, közel 3000 embert érint a tiszadadai ivóvíz minőségjavító program, ott már elindult, aminek nagyon örülök, és a napokban kaptam a hírt, hogy Ibrány üdülőterületén is el fog indulni, mert ott felfüggesztették ezt a beruházást, de a miniszterelnök úr, pontosabban egy kormányhatározat megjelent, a miniszterelnök úr aláírta, hogy mehet ez a program, mert elsődleges számunkra, hogy az egészséges vízbázist megőrizzük. A beruházás kivitelezésével megbízott KFT-nek 2024. június 24-éig kell befejezni a munkálatokat.
Az érintett települések polgármesterei szerint a lakosságnak nem kell számolni a forgalomkorlátozásokkal, és bíznak benne, hogy az ivóvíz jól megszokott, szeretett íze a jövőben sem fog változni. A nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Tájékoztatja a partner sportegyesületeket, bérlőit és a lakosságot, hogy az Eiszman Városi Sportuszoda október 6-án este 8 órakor ideiglenesen bezár. Az intézkedés oka a távhőszolgáltatások árának emelkedése, amely a bérleti díjak és belépőjegyek megemelésével sem kigazdálkodható. A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a sportszakmai munka tovább folytatódhasson, és egyúttal kérje a sportvezetők, a szülők és a lakosság türelmét, megértését. Szeptember 15-től új főigazgatója van a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháznak. Szűcs Attila egyik célja, hogy összehangoltabban működjenek megyénk kórházai, valamint szeretné erősíteni az intézmények humán erőforrását is. A főigazgató a tervezett fejlesztésekről is beszélt 35 perc című műsorunkban. A korábban osztályvezető főorvosként, majd orvosigazgatóként is dolgozó Szűcs Attila tapasztalt vezetőként állt az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház élére. A COVID-járvány csúcsán például 120 intenzív ágyat különítettek el az intézményben a súlyosan fertőzött betegek számára. Ekkor a megye 6 városában lévő kórházaknak is együtt kellett működniük. Ez egy tanulási folyamat volt, amely a jövőt is előrevetítette az egészségügyben dolgozóknak. A cél, hogy szorosabban tudjanak együttműködni a tagintézmények. Ez a folyamat pedig már elkezdődött. Például a Mátészalkai telephelyen és a Fehérgyarmati telephelyen a két addig önálló osztályként működő anesteziológiai intenzív osztályt összevontuk, és így most már együtt látva és kezelve a humán erőforrás lehetőségeinket tudjuk mobilizálni mindig oda az embereinket, ahol az aktuálisan a legfontosabb és a legnagyobb humán erőforrásra van szükség. Most október 1-től a személyzeti ellátás tekintetében az SSBMK-n belül egységesítettük az ellátást, azaz egy személyzeti osztályunk van, amelynek van egy Mátészalkai egynapos sebészeti részlege, ahonnan Nyíregyházáról egy kolléganőt neveztünk ki részlegvezetőnek, és ő irányítja most már a Mátészalkai ellátásnak a mindennapjait. Azaz, amikor integrációról beszélek, erre gondolok, hogy összevonunk osztályokat, átirányítunk kollégákat azért, hogy mindig ott tudjuk biztosítani a megfelelő humán erőforrás, ahol az adott napon, az adott pillanatban a legfontosabb és a legnagyobb szükség van rá. Csak így lehet biztosítani a szükséges és elvárt ellátási színvonalat, és így tudják kiküszöbölni a szakorvosok és ápolók hiányát. Ezzel kapcsolatban a főigazgató úgy fogalmazott, érdekes kettősséget lehet megfigyelni a szabolcsi egészségügyi intézményekben. A Jós András oktatókórházban Nyíregyházán sokkal jobb az orvos szakmai humán erőforrás létszám. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt 3 évben 85 új orvos rezidens érkezett az intézményeinkbe. Mindenkit, mert így szeretnék a fiatalok és a Jós András telephelyre veszünk fel, de úgy, hogy mindenki tudja, hogy mindannyiunknak minden egyes telephely a munkája, azaz bármikor, ha szükség van rá, bármelyik telephelyen dolgozunk. A Mátészalkai, Fehérgyarmati, Nagykálói, Vásáros telephelyen ott jobb az ápolás szakmai humán erőforrás, ott orvos szakmai hiány van létszám tekintetében, ezért ma is minden nap a sürgősségi osztályra, a gyermekosztályra, ha kell az intenzív osztályra, a traumatológiára, a telephelyeink mennek ki kollégáink Nyíregyházáról, mind a nappali munkavégzésre, mind az ügyeleti munkavégzésre, hogy tudjuk biztosítani ott is a megfelelő magas színvonalú ellátást. A főigazgató hozzátette, a családbarát intézmény lehetőségeit is szeretnék erősíteni és bővíteni. Ennek egyik fontos lépése volt a 118 ágyas nővérszálló nemrég letett alapköve. Mint elmondta, jelenleg a humán erőforrás a kulcskérdés a kórházban, hiszen gépek mennyiségét és minőségét tekintve megfelelő színvonalon van a kórház. Ezt az elmúlt években elnyert, mintegy 18 milliárd forint értékű támogatás is segítette. Már pályázhatnak a civil szervezetek a működésük biztosítására, vagy szakmai programjaik megvalósítására fordítható NEA összevont támogatásra. Az egyszerűsített támogatásra pedig október 17-től pályázhatnak a területi hatókörű civil szervezetek. Az érintettek a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül adhatják be pályázataikat, azonban későbbi hiánypótlásra nincs lehetőség.
A Nemzeti Együttműködési Alap idén több mint 11 milliárd forint keretösszeget biztosít a civil szervezeteknek. A pályázatok célja, hogy erősítse a szervezetek közösségteremtő erejét, biztosítsa az ehhez kapcsolódó költségeket, és segítse a társadalmi szerepvállalásukat. Egyszerűsített pályázaton a 7 millió forint alatti, két utolsó évben ilyen jellegű éves bevételre rendelkező civil szervezetek ezt a számíteli beszámolóval tudják igazolni, adhatják be a pályázatot, akik helyi és területi jellegű szervezetek működési és szakmai alaptevékenységhez kötődő célokra pályázhatnak. Az öt kollégiumhoz adják be, ők is a pályázatot, de itt csak formai bírálat van, és formai bírálaton érvényes pályázatot benyújtó civil szervezetek ezt az összeget megkaphatják. Abban az esetben, ha ők formailag érvényes és a keret kimerüléséig rendelkezésre álló forrásra pályáznak. Az elmúlt években még sosem merült ki ez a keret. Ha ez megtörténne, beérkezési és elbírálási sorrendben osztják ki a támogatott összeget. Az összevont pályázatok esetében, ha csak működési célra szeretné fordítani az összeget a szervezet, akkor maximum 3, ha működési és szakmai célra is 4,5 millió forint a maximum igényelhető összeg. Tavaly összesen több mint 7500 ilyen igény érkezett be, amelyből valamivel több mint 7000 pozitív elbírálást kapott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 500 pályázatot nyújtottak be a szervezetek, ezzel több mint 500 millió forintot hívtak le a megyébe. Nagyon nagy az aktivitás, az ország második legnagyobb aktivitás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Ez azt mutatja, hogy nagyon jól végzik az itteni civil szervezetek a munkájukat, és nagyon magas számban igényelnek ilyen jellegű támogatást, ami azt mutatja, hogy valós civil szervezetekről beszélünk, valós programokat és valós tevékenységet végeznek. Az összevont támogatásra 2022. október 3-ától november 2-áig, míg az egyszerűsítetre október 17-től november 16-áig lehet pályázni. 155-re nőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek listája. A bizottság a legutóbbi ülésen két értéket vett fel, egyet a kulturális örökség, egyet pedig a természeti környezet kategóriában. Míg az egyikre vonatkozó javaslatot egy helyi történész, a másikat egy iskolás csapat nyújtotta be. Legutóbb szeptember 21-én ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság. Ezúttal is számos javaslatot kaptak, mi az, aminek a megyei értéktárban lenne a helye. Kivételesen azonban nem csak új értékeket tudtak felvenni a listára, egy korábbi bővítése is megtörtént. Pető Ferenc professzor úrnak a munkássága is újra terítékre került, aki ugye a hazai, illetve a megyei gyümölcs termesztésnek úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges és igazi legendája, és az ő munkáját, azt a javaslatot, amellyel ő már bekerült a megyei értéktárba, azt Lenti István professzor úr kiegészítette, így vált most már teljessé az az anyag, és úgy gondolom, hogy professzor úrról így is természetesen szeretnénk még inkább megemlékezni, hiszen nagyon büszkék vagyunk rá, és jó egészséget kívánunk neki. A felvett értékek közül az egyik a kulturális örökség kategóriába tartozik. A Kótajban található Ibrányi Fráter kúriát a Magyar Nábob kastélyaként is emlegetik, amely a megye különleges irodalmi és épített öröksége. A javaslatot Holmár Zoltán történész nyújtotta be. Tulajdonképpen mivel műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ugye 1953-ban megkapta ezt a rangos elismerést. Ennek ellenére az 50-es évektől kezdve folyamatosan pusztulásra volt ítélve az épület. A 80-as években kezdték a felújítását az épületnek, és tulajdonképpen egy több szakaszból álló hosszú folyamatnak az eredményére végére értünk a 2010-es évek végén. Elnyerte a kastély tulajdonképpen azt az állapotát, ahogyan kinézett eredetileg is. Egy empíres stílusú épületről van szó, tehát átmenet a barokk és a klasszicista közötti korszakok között, tehát 1815-ben épült épületről van szó, ami ékessége még az épületnek a gyönyörű díszteremben lévő freskók, ahol a 9 múzsa látható. A nemrég megrendezett értéktár vetélkedő döntőjébe jutott csapatok egyik feladata az volt, hogy készítsenek el egy javaslatot. A Riden szakiskola ekkor a Vajai tó természetvédelmi területéről írt. A 78 hektár kiterjedésű őstó a szabadon látogatható természetvédelmi területek közé tartozik. Ráadásul az ország azon ritka helyei között tartják számon, ahol még fellelhetők az úszó lábszigetek, és megfigyelhetők az azokon megtelepedett különleges, jégkorszakból visszamaradt ritka növények is. Sőt, állatvilága is nagyon változatos, így ez a tó is a megyei értékek közé került.
Azt próbáljuk figyelembe venni, hogy mennyire a megyére jellemző egy érték, mennyire határozza meg a megyei identitást. És ennek a szellemébe szoktak születni a döntések, hogyha valamiről úgy gondolja a bizottság, hogy bár érték, de igazából csak egy helyi közösséget, egy települést vagy egy kisebb közösséget érint, akkor az az érték ugyanolyan fontos, de talán azt a helyi identitást erősíti inkább, és akkor azt szoktuk javasolni, hogy akkor a települési értéktárba kezeljék. Másrészt pedig azért van nekünk egy jogszabályi kötelességünk is, és ott sem nem tehetjük meg mindig azt, hogy amit mi gondolunk, hogy felvegyünk azt a megyei értéktár részévé tegyük, hiszen ha valami nem szerepel még települési értéktárba, akkor az első lépés mindig az, hogy települési értéktárba szerepeljen. A Megyei Értéktár Bizottság továbbra is várja a javaslatokat a honlapon található adatlap kitöltésével, így a következő ülés alkalmával újabb értékeket tudnak majd felvenni a már 155 tételből álló listára. Megszerezte negyedik győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz. Kuszák Géza együttese a listavezetőként érkező MTK Budapestet verte 2-0-ra. A tabella 8. helyén álló Spari vasárnap a 13. Szent Lőric otthonában lép pályára. Híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Hatalmas érdeklődés övezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal pályaválasztási kiállítását. A Nyíregyházi Kontinentál Arénában szervezett expón csaknem 80 kiállító, köztük közép- és felsőfokú intézmények, partnerszervezetek és munkaadók mutatták meg kínálatukat a továbbtanulás előtt álló 8-os diákoknak és végzős középiskolás tanulóknak. Költséghatékonyabban tudja eljutatni a szolgáltató a közeljövőben az ivóvizet a Rakamazon és a Tisza nagyfalun élőkhöz. A víz minősége nem változik, a mostanihoz hasonlóan rendkívül jó minőségű és egészséges marad. Csak nem 630 millió forintból kezdik el korszerűsíteni az ivóvíz ellátását egy Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott pályázat keretében. A projekt megvalósításának tervezett dátuma 2024. júniusa. Szeptember 15-től új főigazgatója van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháznak. Szűcs Attila egyik célja, hogy összehangoltabban működjenek megyén kórházai, valamint szeretné erősíteni az intézmények humán erőforrását is. A főigazgató a tervezett fejlesztésekről is beszélt 35 perc című műsorokban. Önök október 6-án, csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb holnap este jelentkezünk majd friss hírekkel. Addig is internetes oldalunk várja önöket a www.kölcseitv.hu. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Péteken a köd, illetve réteg felhűzet a reggeli órákban fokozatosan feloszlik, és ezt követően sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-22 fok körül alakul.